Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál titkokról van szó, hogy ki mit titkol el előled, vagy ki mit titkol el előle. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a titkos jóslást, és akkor az személyes passzol a te helyzetedre. A díjam mind minden jóslásnál 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Itt látható ez a kígyó. Ez jelenthet betegséget vagy gyógyító erőt. Lehet, hogy valaki beteg a környezetedben, de eltitkolja ezt előled. Az is lehet, hogy valaki ezen a területen dolgozik, és ott vannak a titkok. A kígyó jelenthet egy nőt is, vagy van egy hölgy az ő környezetében, vagy a te környezetedben, és ez a hölgy titokzatos. Eltitkol előletek valamit. Itt ez a medve jelenti a maga biztos fellépést. Ha itt egy hölgyről van szó, akkor ez a nő nagyon magabiztos. Sőt, a medvének szava van. Tehát ez a nő lehet az ő főnök nője, vagy az anyukája, vagy valaki, aki dominál, aki parancsolgat neki. Sőt, itt megjelenik a nyilvánosság, hogy ez a hölgy a nyilvánosságon megjelenik, szüksége van az elismerése, és hamarosan itt tisztázódni fog valami. A Le Nomard kártyáknál a lilium virág jelenti a szexuális témákat is. Lehet, hogy ez a hölgy így közeledik hozzá, de ez a férfi el fogja őt utasítani. Vagy az is lehet, hogy ez a nő nagyon magabiztos, és úgy érzi, hogy a nyilvánosságon minden férfi akar tőle valamit. Itt a horgony utal a munkára, a hivatásra. Ez lehet egy munkahelyi kapcsolat, főnöknő vagy kolléganő is. Itt vannak problémák és nézeteltérések, hiszen ez a hegy jelenti a problémákat, vagy valamit, ami blokkol téged, vagy őt. Az is lehet, hogy nála van most ez a hideg-rideg tartás, és úgy gondolod, hogy ez miattad van így, hiszen eltitkolja azt, hogy problémája van a munkahelyén, vagy problémája van ezzel a nővel. És te úgy gondolod, hogy te vagy az oka annak, hogy ilyen hideg-rideg tartás van, és megjelenik ez a szikla most kettőtök között. De ez a helyzet elmúlik, hiszen szerencsére itt vannak az egerek. Ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a problémákat, sőt, az egerek el tudják a munkahelyet is távolítani, és akkor lesz egy munkahelyi változás. Itt van a remény arra, hogy itt tisztázódjon valami, hogy meglegyen ez a gyógyító erő, az életerő, a magabiztos fellépés, a nyilvánosság és az elismerések. Ez a hajó jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Lehet, hogy ő tervez egy utat veled, de még nem beszél rólad, hiszen
Ennél a jóslásnál a titkokról van szó, ezt ő eltitkolja előled. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, lesznek változások. De ezeknél a változásoknál megjelenik a ravasz róka, hiszen ő egy rossz irányt választ. Vagy azt is jelentheti, hogy ez most nem a megfelelő időpont utazásra vagy változásokra. A ház jelentheti a te otthonodat, a környezetedet, a szomszédokat, a rokonokat, vagy az ő otthonát, az ő környezetét. És itt a környezetetekben megjelenik a ravasz róka, és ez a hamisság útban van hozzátok. Tehát arra utal, legyetek kicsit óvatosak. Ezek még titkok, de látható a képeken, hogy mi hogyan alakul így a közeljövőben. Sőt, itt megjelenik ez az ostor, és az jelenti a vitákat, a veszekedéseket. Lesznek viták a családban, vagy lesznek viták egy ingatlan miatt. És itt a gyermek jelenti az ártatlanságot, te is ártatlan, vagy ő is ártatlan, de azért látható a háttérben, hogy vannak titkok, vannak hamis személyek, rossz döntések, de lesz egy szerencsés fordulat, a kislány jelenti az újdonságokat, vagy egy új irányt. Itt kinyílik ez az ajtó, ez jelenti a lehetőségeket, és jelenti az ő nyitottságát is, hogy ő majd nyitottan beszél veled ezekről a dolgokról, és ez a nyitottság szerencsét hoz. És ez volt, ez az általános jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!